Sziasztok! A Demeter Csáklitnak a bombon, őszi bombon válogatását fogjuk most megkóstolni. Hát izgatottan várjuk. Itt próbáltam információt szerezni, hogy milyen ízek lehetnek benne, de nem nincsen ilyen közvetlen info, úgyhogy mi is izgalommal várjuk azt, hogy milyen ízek lesznek. Itt nincsen annyira rálátásunk arra, hogy tulajdonképpen most milyen ízekkel fogunk találkozni a bombonban. Igen, tehát hogy ez lesz most az igazi meglepetés nekünk is, hogy mit találunk benne, milyen ízek vannak az őszi válogatásban. Oh, tök jó, nagyon jól néz ki. Hát ezt így azért közelebből is megmutatom nektek, tehát ez azért... Na, hát szóval ez menő. A Demeter Chocolate-ról egyébként azt kell tudni, hogy ők egy többszörös nemzetközi díjnyertes magyar csokoládé. Úgy őszi Sanzon bombon válogatás, és az összetevők közt Adikám ilyeneket látok, mint hogy szerecsendiószeg, fűszeg, sütőtök püré, almapüré. Jaj, szagold meg, annyira jó. Szerecsendió. És az, hogy most őszi, azt kell mondjuk, hogy ezzel a szóval tudnék egyetérteni. Esetleg nagyon korakarásolni. Amiket most összetevőket, minden itt van. Ezt akartam, mintha mindet érezném. Hát figyelj, én kóstolok egy zöldet, vagy lehet, hogy ketté kéne vágjuk, hogy nézzük meg, hogy milyen belül. Jó, úristen, tehát ez azért tényleg jó illatokkal csábít, egy kicsit fahéjas ízvilág is itt van nekem. Te kóstolj meg egyet, és én addig ketté vágok. Nem, vágd ketté, és megkóstoljuk jó, mind a ketté. Legyen így. Az szerintem biztos az lesz a tökös, ha azt mondod, hogy tökös. Igen, lehet, hogy ez volt a hiba, hogy nem olvastam végig, de akkor mondom, igen, fahéj, gyömbér, szegfűszeg, almapüré, sütőtök püré. De jól néz ki, ajánlom. Illata amúgy nekem a mézes kalácsot idézi meg. Igen, abszolút mézes kalács illata van, és nagyon tetszik egyébként ez ilyen Halloween stílusú egy kicsit a dekor. És hozzá is nekem ezt a... egy kicsit ez a karácsonyi süti, ugye? Igen, de ilyen szempontból akkor most ezt rosszul láttam. Azt én levágom. Jó, inkább ide nagyobbat. Én meg megnézem a kisebbet, és azt mondom, veszek még egyet. Elég tömény töltelékről van szó. Ez nem tudom, mert nincs olyan masszív illata. Jó, a szegfűszeg a végén most ütött még az előzőből. Nem gondoltam, hogy szegfűszeg jó tud lenni csokiban. És most azt kell mondjam, hogy jó lett. Hát, ha döntenem kéne nekem, a zöld az ütősebb. Nem tudom, hogy ebben mi a... Lehet, hogy ugyanaz van mind a kettőben, de nekem most így olyan, mintha más lenne egy kicsit a zöld. De neked nem? De. És sokkal-sokkal finomabb, és itt jobban kijönnek bizonyos ízek. Tehát, hogy nem viszi el annyira, mint a narancságánál a szegfűszeg az ízeket. Tehát, hogy így ilyen szempontból szerintem ez jobb. Tehát ebben inkább el tudom képzelni, most az a baj, nem, nekem kisebb jutott. Én mondjam, megeszek egy másikat is akkor. Egyen. Nekem még nagyon üt az előző szegfűszeg is. De én ebben inkább gondolom. Ez egy ilyen visszafogottabb, kevésbé fűszeres ízvilág a zöld. Ez is kimondottan jó. Ez talán egy kicsivel olyan ősziesebb, mint hogyha a másikat nézem, mert nekem ez a szegfűszeges ízvilág, az már inkább a karácsony előtti adventi időszakban hajlik. De nagyon tetszett ez a megnevezés, tehát hogy tényleg ez a Sanzon bombon válogatás. Hát kár, hogy nem kérdeztem ki őket, hogy miért Sanzon bombon válogatás nevet adtak neki. Bár őszi Sanzon, tehát lehet, hogy egy őszi dal, egy őszi... ez a zöld, ez rájöttem, hogy ugye a leírásban azt írták, hogy püré, mint ugye itt a leírás, hogy mik is vannak benne, és azt kell, hogy mondjam, hogy a püré teljesen illik rá. Tehát, hogy ebben a zöldben sokkal jobban érezni ilyen, tényleg pürés jellegű tölteléke, tehát hogy nem folyós, nem kemény, tényleg pürés. Tehát, hogy nekem ez kifejezetten tetszik. A zöldnek az ízesítése nekem nagyon bejön, így most másodjára főleg. Mind a kettő, az egyik tényleg jó kis fűszeres, a másik, a másik pedig az is érdekes, hogy nekem az én ízlésemben egy picit intenzív, de amúgy nagyon izgalmas, tehát hogy jó, hogy próbálkozunk egy ilyen erős karakteres ízzel, csak én nekem, de ez már csak egyéni ízlés kérdése, neked ugye az is bejön, nekem ugye nem vagyok annyira oda azokra nagyon karakteres ízekkel, de nagyon finom volt mind a kettő, de a kettőből nekem a zöld a nyerő, tehát ha... Igen, ha ez karácsonyi válogatásuk, abban szerintem teljesen való lenne a narancsárga. Igen, az maximálisan, tehát hogy annak ilyen karácsony, ahogy beszéltük, hogy tedd le, majd megcsinálod később, tehát hogy olyan igazi
hang, tehát tényleg olyan karácsonyi, mézes karács feelingje vagy hangulata van, az tényleg nagyon jó volt. Persze némi extra ízzel, de az még pont attól jó, hogy extra már, mint érted, hogy ettől lesz az egész. Én azt mondom, hogy ha tényleg van újdonságot szeretnétek kipróbálni, érdemes ezt a bombon válogatni. Igen, ezt se fogjátok megbánni, én is így gondolom. Igen. Tehát, hogy egy kellemes csalódás, mármint, hogy ha kipróbálod, nem fogsz úgy záródni, vagy nem az lesz benned, hogy benében ezt nem kellett volna. Tehát, hogy ez egy jó választás. Igen, és tényleg a karakteresebb ízek mellett ugye van egy lányok, tehát mindenki megtalálja benne azt, ami neki igazán tetszett. Hát, ha kíváncsiak vagytok további bombonokra, vagy Demeter dolgokra, kóstoltunk tőlük mást is, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, ugye megtaláltok minket a TikTokon, YouTube-on. Illetve azt ne felejtsük, hogy nem az egyetlen díjnyertes, amit kóstoltunk, hogy számtalan díjnyertes édességet. Nem csak, hogy van díjnyertes, így van, hogy igen. Tehát csak arra akartam visszautalni, hogy egyébként ők díjnyertesek, tehát számtalan édesség. Igen, nemzetközi díjakat nyertek. Ahogy mások is, tehát hogy azt is azért ki. Tehát, hogy több díjnyertes édesség. Ja, jó, értem, hogy mi lesz, tudom. Igen, tehát, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy díjnyertesekre, akkor nézzétek meg a videóinkat. Sziasztok!